Az eddigi információk szerint 3 gyanúsítottat tudtak eddig csak azonosítani a német rendőrök. Kölnben a szilveszteri éjszakán elkövetett tömeges szexuális molesztálások után. És a kérdés az, amit itt az összefoglalónkban is feldobtunk önöknek, és mindjárt megbeszéljük Havasárikkel, hogy vajon az információ napvilágra hozatala és annak szabályszerűsége, vagy valamiféle etikai normákhoz való kötése az egy járható út, vagy pedig egy nem járható út. Havasárik a vendégem, szervusz, jó estét! Szervusz, jó estét! Örülök, hogy így fogalmaztál, hogy szakmailag, mert olyan a konkrét ügyen nem foglalkoztam, amit a sajtó írt, annyit tudok. Világos. Tehát csak azokat a szakmai szabályokat tudom elmondani, amelyek körülbelül érvényesek. Hát nem annyira bonyolult az ügy, meg nem is annyira egyszerű. Ugye induljunk ki abból, hogy mi a hír. A hír az nyilván az, hogy Kölnben szilveszter éjszaka egy ezres nagyságrendű tömeg szexuálisan molesztált, illetve kirabolt embereket. Ez a hír szinte minden funkciójának megfelel, meglepő, komoly károkozással járt, etikailag, morálisan elítélendő, és az európai kultúrrendel, vagy az európai szokásrenddel teljesen szemben áll. Na most így önmagában egy hír. A hír definíció viszont úgy néz ki, hogy a hír az egy információ, az itt megvan. Aztán a hír forgalomba hozatala az kell, hogy forgalomképes legyen. Forgalomképes legyen. A forgalomképesség az két dolgot jelent. Az egyik, hogy ne sértsen jogos magánérdeket. Azt hiszem, hogy ezt különösebben nem kell taglalni. Itt olyan személyiségi jogokra gondolok, mint hogy illetéktelen nyilvánosságra hozt ez a zák, hogy XY popzenész éces, válni készül, veri a feleségét, hadd ne soroljam. Tehát a személyiségok elég széles köre, amitől hiába hír az, hogy egy világhírű művész AIDS-ben szenved, akkor sem forgalomképes, mert személyiség jogot sért. A forgalomképtelenség sokkal nagyobb köre, és itt érünk el Kölnig, amikor a közérdekkel áll szemben. Na most a közérdek az azt jelenti, hogy nem hozhatok nyilvánosságra hírt, akkor sem, bár aktuális, bár éppenséggel hírértékkel bír, mert... Na most, mi a közérdek? És akkor itt már konkretizálhatjuk esetet. Igen, hát eljutunk, elég gyorsan eljutunk. Közérdek például az, hogy ne hozzunk nyilvánosságra hírt például közegészségügyi okokból. Például leszáll egy repülő egy ebolával fertőzött beteggel Ferihegyen, ez hír, ugye? Mégsem ma lehet nyilvánosságra hozni társadalmi érdekből, és most bejön a közérdek mellé a társadalmi érdek, mert pánikot okozhat. A másik példa az is, most már eljutunk elég gyorsan Kölnig, ez pedig a közrend. 1992-ben Los Angelesben történt egy precedens értékű eset, amit azóta a világ minden egyetemén sajtótörténet. Igen. Az történt, hogy gyorshajtás és illetve írtas vezetés miatt elfogtak egy fekete terrorautósofőrt, aki ellenállt, mert felfüggesztett börtönbüntetése volt, tehát félt, hogy visszakerül a börtönbe. 3 fehérbőrű és egy hiszpánotás, spanyol származású rendőr darabokra vert, amit felvettek videóra. Ezt a videót a városi televízió a gyors, pontos, hiteles tájékoztatás, ugye ez a három fontos alapelv, ezt nyilvánosságra hozta. Mi történt? 52 halott, 6 nap alatt lángba borult Los Angeles, és a helyi televízió kapásból letiltotta a felvétel ismétlését, mondván, hogy újabb kedélyeket szít, újabb rablásra és fosztogatásra ad okot, a színes kisebbség megfékezésére kirendelték a Nemzeti Gárdát, a hadsereget, és 50-valahány halott volt az ára. Na most, ebből bíróság ügy is lett, és teljesen egyértelmű volt, hogy a bíróság letiltotta ennek a felvételnek a közzétételét. Még mindig Kölnről beszélve. A hírekkel kapcsolatban van egy olyan szabály, amit a világ minden egyetemén tanítanak, hogy egy hírt a maga totalitásában kell bemutatni. Olyan nincs, hogy én beszámolok mondjuk 2006-ban arról, hogy ostromolják a parlamentet, be kell számolni arról, hogy a város többi része mi történik. Ha a migránsok 0,5 ezreléke
tehát 1000 ember randalírozik Kölnben, akkor nekem még arról is tudni kellene, hogy Köln többi részén mi történik, hogy Németországban általában mi a helyzet, hogy általában a migránsokkal mi a helyzet. Mert az, hogy mi történik Helsinkiben, nem tudjuk. De ugye ez több országban is megtörtént, tehát nem tudom, érted, mit akarok azzal mondani, igen, hogy a hírt a maga totalitásában és a maga környezetében kell, igen, bemutatni. Csak tehát a társadalmi érdek, a közérdek az, hogy mondjuk pánikot ne keltsünk, nagyobb bajt ne generáljunk ezáltal. Én ezt értem. Viszont az, hogy két nappal később derül ki, akkor ugyanúgy azért mondtam, hogy nem vagyok, azért vagyok bajban, mert ugye leváltották a kölni rendőrkapitányt. Itt teljesen nyilvánvaló volt, és itt megint a helyi viszonyokról kell tudni. Nálunk a Vörösmarty tér általában a bulizás központja. Tehát, hogyha egy budapesti rendőrkapitány kézben akarja tartani az ügyeket, akkor koncentrál arra a helyre, ami fontos. Feltételezem, hogy Kölnben a Dóm előtti tér lehetett az, ahol hiába keresték a szerencsétlen nők a rendőröket, nem találták, mert eltűntek. Tehát innentől kezdve ez egy teljesen nyilvánvaló rendőri hiba, és amikor a sajtó, figyelve azokra a szakmai szabályokra, amiket elmondtam, hogy nem szíthatom a kedélyeket, hogy nem feszíthetem tovább a húrt, akkor lehet, hogy nagyon gyakran nekem szerkesztőnek az a gyanúm, hogy tulajdonképpen egy palástolni kellene valami rendőri melléfogást. Igen. Itt jön be a szerkesztő felelőssége. És hogy nem állom meg, hogy nem meséljek el egy érdekes történetet, nem tudom, még belefér. De nagyon-nagyon röviden. Igen. Hogyha 10 másodpercet tudom mesélni. 1980-valahányban egy vidéki labban megjelent a hír, már nem emlékszem, miért, hogy ez a Máté Szalka. Egy kislányt erőszakkal berángattak egy autóba, el akarták rabolni, meg is sérült, vérző arccal rohant haza, kihívták a rendőrséget. Amikor én lementem a Forró Tamással, hogy utána nézzük, hogy mi a jó Isten van itt, akkor napok óta keresték azt a bizonyos zöldszínű autót, a feketébe öltözött embereket. Zöldszínű autóban már senki nem ment a környéken közlekedni, mert kirángatták őket, hogy ők a gyerekrablók. Kiderült, hogy a kislány elaludt, nem ment iskolába, az apja borotvájával megvágta magát. Figyelj, amikor mi leértünk, voltak kislányok, akik rúzsal rajzoltak maguknak. Utánozva? Persze, igen. És mindez miért? Mert a városi televízióban volt, na most ezek az emberek vagy teljesen hülyék, vagy pedig az emberek. És még egy dolog, Szőkenőt megerőszakolni, és ezt a felvételt most bemutatni, ami a Tahrir téren készült évekkel ezelőtt, még a Szőkenő is, akit megerőszakolnak, és jelen felvételként bemutatni, az már az erkölcstelenség teteje. Itt ugye egy másik történetről kezdtél már beszélni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.